Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Városvezetői ambíciók. Berlinger Attila a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szekszárdon. Korszerűsítés. Megújult a Szentháromság templom Tevelen. A Székely Szabadság napja. Megemlékezés a vértanúkról. Kreatív és hasznos felújítások Bonyhádon. Tanárok és diákok közösen dolgoztak. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szekszárdon a júniusban esedékes helyhatósági választásokon. A hírt Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője jelentette be Facebook oldalán. Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje úgy fogalmazott, a békétlenség, a széthúzás, a város fejlődését akadályozó személyes konfliktusok Szekszárd jövőképébe nem tartozhatnak bele. Én több mint 20 éve töltöttem el a szekszárdi városházán, és abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy dolgozhattam mind a három rendszerváltás utáni polgármester hosszú éveket. Értelemszerűen egy ilyen szituáció nagyon sok tudással felvértezi az embert, és az utóbbi időszak, utóbbi éveknek a békétlensége értelemszerűen engem is arra sarkalt, hogy vállaljanak szerepet a közéletben olyan hiteles személyek, akik úgy gondolják, hogy a saját életútjukkal, a saját mentalitásukkal, hitvallásukkal egy jobb irányba téríthetik a várost. A jelölt kiemelte, ismeri a szekszárdi közélet szereplőit, a civil oldalt és a település kulturális értékeit. Azok az értékek mentén kell ezt a várost újraépíteni, amelyek amúgy is adottak és amelyek nagyon fontosak. Ez amennyiben összefogással és közös munkával is párosul, én azt gondolom, akkor újra sikere lehet Szekszárdnak, és egy következő időszakban megint akár visszatérhetnek azok a beruházások, visszatérhetnek azok a források, melyek sajnos az elmúlt években elvesztek, de ennél is fontosabb, hogy a közélet javuljon, beszélgessünk egymással, merjünk egymás szemébe nézni, és szeretett városunk iránt közösen dolgozzunk. Berlinger Attila a jelenleg betöltött pozíciójával kapcsolatos kérdésre is válaszolt, hiszen 2021 óta ő a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Nézzük ennek az egyszerű hátterét. Ugye június 9-én a jelenlegi jogszabály alapján, akit a város lakossága polgármesteri választ, az belép ebbe a pozícióba. Értelemszerűen ez abban az esetben majd, ha ez így megtörténik, ez egy városi intézmény, illetve egy önkormányzati cégnek a sorsát is befolyásolja. De azt gondolom, most ne ugorjunk előre, nem itt igazából ez a legfontosabb kérdés, hanem inkább az a munka, amely a következő hetekben, hónapokban ránk vár, ahhoz, hogy a város sorsát, illetve szekerét újra kilángassuk a kátyúból, és egy szebb jövőképet vetítsünk a városlakók részére. A jelölt szerint közösen egy újabb jövő épület Szekszárd számára. Megújult a Szentháromság templom Tevelen. Az ünnepi alkalmon a szentmisét követően felszólaltak Potápi Árpád János és Soltész Miklós államtitkárok. Különös szeretettel kérem, hogy az egyházközségekben fogjuk össze. A teveli szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta. Úgy fogalmazott, a templom korszerűsítésével egyben a közösség is megújul. Mint egy családi háznak, és ha felújítottuk a családizat, mégis a titka az, hogy ott belül a családi asztalnál megújultunk-e, megújult-e a szívünk, a szeretetünk, az egymásra figyelésünk. Hát én abban bízom, és abban hiszek, hogy itt is a közösség is meg fog újulni, a falak az összetartás megerősítésével. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a templomért köszönetet kell mondani a németősöknek és azoknak a régi tevelieknek, akik a települést a török hódoltság után újra létrehozták. A templom nem csak egy épületet jelent, nem csak köveket, nem csak téglákat, nem csak az oltárt, hanem a templom jelenti azt a közösséget is, akik itt vannak hétről hétre ebben a templomban, hiszen ez a kettő együtt jelenti igazából a templomot. Amikor a templomot megerősítettük, akkor abban bízva erősítettük ezt meg, hogy a közösséget is, a templom közösségét, a templom népét is megerősítettük.
Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott Tevelem. Úgy fogalmazott, a völgységi és a teveli emberek is megszenvedték az elmúlt évszázadot. A betelepített bukovinai székelyek, a felvidéki magyarok és a németség megbékélésének is köszönhető, hogy a templom megerősödött. Melynek az állapota szörnyűséges volt, veszélyben volt, és most hála Istennek hosszú évtizedekre újra értéket tud mutatni a közösség számára. Mindamellett pedig az is mutatja ennek a közösségnek az erejét, hogy székelyföldi testvérek is itt voltak a testvértelepülésről, és mindenképp ez mutatja, hogy Kárpát-medencében a magyarság a nemzetiségekkel együtt fantasztikus nagy dolgokra képes, nagy dolgokat tud alkotni. Fazekas Attila, Tevel polgármestere számára 2022-ben vált nyilvánvalóvá, hogy az épületet muszáj renoválniuk, ekkor fordult a miniszterelnökséghez. Még két alkalommal kaptunk anyagi támogatást, ez 105 millió forintra rúg ki. Ebből sikerült is megvalósítani vonóvasas összehozatás, illetve egy új megerősített tetőszerkezet és egy cserépfedés került a templomunkra. Egy új vízelvezető csatorna és villámhárítás is megvalósult. A polgármester kiemelte, a település számára lélekösszekovácsoló jelentősége van a most már felújított templomnak. Rövid híreink következnek. 2024. március 9-én szombaton, kora délután a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti járőrei a 6-os főúton ellenőriztek, amikor a 119-es kilométer szelvényében Duna-Szentgyörgy térségében egy autós 90 km per óra helyett 169 km per óra sebességgel közlekedett. A sofőr a száguldozásért 169 ezer forint közigazgatási bírságot és 6 előéleti pontot kapott. Közel 900 fő, 80 év feletti dombovári szépkorú lakos számára szállítják a település húsvéti ajándékcsomagjait. A küldemények a Szívklub Egyesület, az Életve Nagycsaládos Egyesület és a dombovári Székelykör tagjainak segítségével, valamint a város önkormányzatának támogatásával készültek el. A csomagok, melyek tartós élelmiszert tartalmaznak, a Dombovári Művelődési Ház, a Szent Orsolya Bence és Iskola Központ és az Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény segítségével jutnak el az idősekhez. A Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület szervezésében szakmai napon vettek részt a tolnai, faddi és bogyiszlói polgárőrök Tolnán. A megjelentek többek között a szabadság korlátozásának lehetőségéről, jogszabályi hátteréről kaptak információkat, tűzvédelmi előadást hallgattak meg, és az újraélesztés technikáját is bemutatták számukra. Az ismeretek átadása után vizsgával zárult a nap. A Székely Szabadság napja alkalmából gyűlt össze tömeg Pakson, a Székely kapunál. Ijesztő pillanatok szakították félbe az eseményt, de a szerencsés végkimenettel később megnyugtatta a sokaságot. Felmenik én a nagy hegyre, annak is a tetejére. Az erdélyi magyarok Tolna megyei közhasznú egyesülete minden évben szervezett megemlékezések keretében idézi fel a múlt történéseit 2012 óta. 1854. március 10-én végezték ki Marosvásárhelyen postaréten a székely vértanukat. És ennek az emlékére emlékezünk meg igazán minden évben március 10-én azóta. Az egyesület elnöke elmondta a székely autonómiával kapcsolatos törekvéseiket is, aminek állandó jellegét is kihangsúlyozta. Ez mindig élő azóta is, tehát amióta elindult ez a folyamat, aláírásgyűltés Brüsszel fele, és a székely autonómiát szeretnénk mai napig is élez. Összefogás, a békesség, ez mind benne van a székelyek elképzelésében. Nagyon sokan félreértik azt, hogy autonómia, hogy mi nem elfoglalni szeretnénk a székelyföldet, vagy visszakérni, hanem emberileg autonómiát. A rendezvényen a brassói származású Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke is felszólalt. A székely autonómia törekvés és az európai őshonok kisebbségek jogainak érvényesítése ma is embert próbáló feladat. Tudatában vagyunk a feladatunknak, ezekben az időkben is, és ebben az európai térben, ezért nem adjuk fel a harcot, nem hátrálunk meg.
Az érdeklődőknek hagyományőrző kulturális programokkal, tánccal, versmondással, élő zenével készültek. A küküllőmenti táncok által teremtett kellemes hangulatot hamarosan lélekölő percek követték. Az EMTE tánccsoport egyik tagja hirtelen összeesett. A helyszínen megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították a férfit. Értesüléseink szerint a táncos már jó állapotban van, nem sokkal az eset után beszélni is tudott. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A paksi atomerőmű bővítési munkálatai jól haladnak, az év végére az első beton is lekerülhet a földbe, de hasonlóan fontos mérföldkő a zónaalvadék csapda és a reaktortartály gyártása is, amelyek közül az első elkészült, míg a másik gyártása rövidesen megindul, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jelenleg talajszilárdítási munkálatok folynak 17 hektárnyi területen, ehhez 75 ezer cölöpöt kell lefúrni, amelyből 8 ezer már megvan. Ezt a munkát egy német vállalat végzi, jövő év nyaráig kell elkészülni vele. Húsvétre 60 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, vagyis a vásárlók az előző évhez képest harmadával olcsóbban juthatnak az ünnephez tartozó egyik kiemelt alapélelmiszerhez. Derül ki az agroinform.hu elemzéséből. A hazai termelők képesek alkalmazkodni az ilyenkor megnövekvő igényekhez, ennek ellenére célszerű lehet időben 1-2 héttel húsvét előtt beszerezni a szükséges mennyiséget. Az ünnepet jellemző szezonális keresletnövekedés ellenére idén sem várhatók ellátási problémák. A hazai önellátottsági szint eléri a 80%-ot, amit csúcsidőszakokban a kereskedelem importból egészít ki. Helyi szinten azonban nem zárhatók ki napi hiányok. Válogatott meghívók érkeztek a Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület női csapatának játékosai számára. A magyar női futsal válogatott március 12 és 18-a között Szerbiában vesz részt nemzetközi tornán. A korábban Tolnán is edzősködő Frank Tamás szövetségi kapitány, Decki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kis Gréta, Wisner Dalma és Vámosi Georgina számára küldött meghívót a nemzeti csapatba. Jelentős felújítás gyümölcsét élvezhetik a Bonyhádi Perzselmór Technikum tanárai és diákjai, hiszen már megújult épületben, felszerelt termekben töltetik mindennapjaikat. Az elmúlt években jelentős fejlesztéseken ment keresztül az iskola épülete, az informatikai eszközpark modernizációjától a padlószerkezet cseréjéig tart a spektrum. Ennek keretében informatikai termeinket újítottuk meg, hogy modern, a kor színvonalának megfelelő számítógépekkel és számítógépes háttérberendezésekkel szereltük föl az informatika termeinket, valamint minden tanteremben, szaktanteremben érintőképernyős okostáblákkal segítjük oktatóink munkáját, illetve magát a tanulási folyamatot. Az eredmények nem csak a szakemberek munkáját, de a diákok aktivitását és tehetségét is tükrözik. Csupasz fehér falakat igyekeztünk motiváló, nagyon szép dizájnfestéssel és kiegészíteni, otthonosabbá tenni. A szabadidejüket a diákok immáron csocsóval és pingponggal is eltölthetik, ha éppen kedvük támad hozzá. Itt festettem a tanárnőkkel két napon, ilyen délutántól estig, mert úgy gondoltam, hogy szerepet kellene játszanom abban, hogy díszesebb legyen az iskolánk, a szürke hétköznapokban kicsit kiszínesíteni a fehér falakat, és igen, ezért voltam itt a tanárnőkkel. A tervek sokrétűek és ambíciózusak, így a jövőben is további fejlődés várható. Mutatjuk Baranya és Somogyvár megye híreit. Újabb kihívások a pécsi autósoknak. Az államra kenik a felelősséget a politikus szerint. Biztonságban. Motoros alácsúszásgátlót telepítenek Bálványosnál. Támogatni kell a helyit. Jelentős forrásokhoz juttatnak a kistermelők Baranyában is. Újabb szakaszon indult el a víziközmű fejlesztési munka Pécsen. A Megyeri úton a Kertvárosi Bevásárlóközpontnál található lámpás kereszteződésnél kell most nagyon figyelniük az autósoknak. A lezárások, az elterelések már az első napon kihívás elé állították a járművezetőket.
Terelő táblák, lezárások, megváltozott forgalmi rend, ez fogadja az autósokat a Kertvárosi Üzletközpont előtti lámpás kereszteződésben. Hétfőn kezdődtek itt a munkálatok. Mikor a helyszínen jártunk, az autósok is csak ismerkedtek az új helyzettel. Voltak, akik a táblák között igyekeztek megtalálni a nekik megfelelő irányt. Az aszfalton nincsenek felfestve sárga színű jelzések, amik segíthetnék a közlekedőket, de a kihelyezett kötelező haladás iránytjelző táblák sem fogtak vissza mindenkit. Itt az állam épít, hirdeti ez a tábla, amit a pécsi önkormányzat helyezett ki a területen, és a Pécs Aktuál örökített meg korábban. Így akarják áttolni a felelősséget a közlekedési káosz miatt, mondta az üggyel kapcsolatban az Ifjú Kereszténydemokraták pécsi politikusa. Mint az már ismerhető, Péter Fiatilláéknak és a jelenlegi baloldali városvezetésnek nem erőssége a felelősségvállalás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ez a vízi közmű felújítás. Tiszta vizet szeretnénk a mai nap önteni a pohárba, és el szeretnénk mondani azt, hogy ez a vízi közmű felújítás Pécs érdekeit szolgálja, és Pécs önkormányzatának a projektje, viszont az állam adta a pénzt. A pécsi önkormányzat írta ki a pályázatot, a pécsi önkormányzat kommunikál a céggel, és a lakosoknak is neki kell kommunikálnia. Az, hogy megint a felelősséget át szeretnék tolni az államra, ez megint azt bizonyítja, hogy alkalmatlanok. 4 év önkormányzati városvezetés után nekik nem ilyen trükkökhöz kéne folyamodniuk, hanem normálisan vezetni a várost. Pécs is 6 szomszédos település 2016-ban nyújtott be pályázatot azért, hogy bővíteni, korszerűsíteni tudja az agglomerációs csatorna hálózatot. Pécs nyert és bekerült a programba, és az állam finanszírozza a fejlesztést, írja a Pécs Aktuál. A projekt lebonyolítására konzorciumot hoztak létre, aminek szerződését Péterfi Attila írta alá. Vagyis az önkormányzat a vízi közmű fejlesztés kedvezményezettje, tevékeny alakítója és részese, állapította meg a lap a dokumentumok alapján. Az ügyben keresték kérdéseikkel a városházát is, de még nem kaptak válaszokat, zárta írását a Pécs Aktuál. A projekt egyébként összesen 22 milliárd forintba kerül, a most indult munkálatok 8 hétig tartanak a tervek szerint a pláza csomópontban. Újabb helyszínekre telepít motoros alácsúszásgátló elemeket a Magyar Közút Nonprofit ZRT olyan szalagkorlát elemekhez, ahol gyakori a pálya elhagyásos balesetek száma. A motoros szezon kezdetére idén első helyszínként a Somogy vármegyei Bálványosi bekötőút az M7-es autópályához vezető szakaszán 400 méteren helyeznek ki ilyen elemeket. Mécsesek, kopjafák és motoralkatrészek is jelzik, hogy a veszélyes útszakaszon több motoros baleset is történt már. Az elmúlt 15 évben 9 motoros baleset történt, amelyből 4 halálos kimenetelű volt. Egy olyan helyszínről beszélhetünk, ahol sajnos szükség van ilyen típusú fejlesztésre. Ahogy az is látszik, hogy ugye egy jó minőségű burkolatú útról beszélhetünk, jó a vonalvezetése, szép, bemotorozható ívei vannak az útnak, tehát egy nagyon közkedvelt helyszín a motorosok szempontjából, könnyű megközelíteni, autópályáról is könnyen elérhető útról van szó, tehát minden olyan jellemzővel bír, ami arra késztetheti a motorosokat, hogy itt a szokásosnál és a kressz szabályoknál jóval nagyobb tempóval közlekedjenek. Ez is az oka annak, hogy az idén itt telepítik először az alácsúszás gátló elemeket csaknem 1 kilométer hosszan. Míg a szalagkorlát az autók esetében felfogja az ütközést, a motorosoknál akár végzetes sérülést is okozhat. Ugye vannak ezek a pillérek, amik magukat a szalagkorlátokat tartják, és ezek egy baleset esetén, pályaelhagyásos incidens esetén, ezekbe beleakad a motoros, és itt akár csonkolásos sérüléseket is szenved, vagy beszorul alá. Ezek nagyon csúnya balesetek összességében, és ezek az alácsúszás gátló elemek ezt akadályozzák meg, hogy az ilyen jellegű, sokszor végzetes sérüléseket elkerülje a motoros. Fontos azt tudni, hogy bár ezek az elemek csökkentik a sérüléseket, de még így is komoly töréses baleseteket szenvedhet el a motoros, ha elveszti uralmát a jármű felett. A szakemberek szerint bár az egész 1,5 kilométeres Bálványosi lehajtót el lehetne látni ilyen elemekkel, most első körben azokon a helyeken telepítik az alácsúszásgátlókat, ahol történtek már balesetek. Kiemelten fontos a helyi gazdák termelők áruinak piacra jutását segíteni. Ezt teszi a Baranyai Önkormányzat is, tájékoztatott a vármegyei elnök.
Őri László elmondta, hogy állandó standot üzemeltetnek a vásárcsarnokban Pécsen, ami segít a kistermelőket bevételhez juttatniuk. Az Agrárkamara elnöke szerint jelentős anyagi támogatás jut a kistermelőknek, élelmiszeripari szereplőknek a következő években. Helyben termelt élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és kézművesen remekek ezen a felvételen. A harmadik baranyai ízelítő elnevezésű gasztró eseményen készültek ezek a felvételek a múlt héten, ahol az volt a cél, hogy bemutassák a termelőket, illetve közvetlenül találkozhassanak a vásárlókkal. A Vármegyei Önkormányzat támogat ezt a kiállítást, és egész évben lehetőséget ad a helyi termékek bemutatására Pécsen, mondta az önkormányzat elnöke. Kormányzati támogatással vált valóra a hosszas előkészítő munka után a pécsieknek a régi álma, hogy legyen a megyeszékhelyen Pécset egy modern, új, a 21. századi igényeknek is megfelelő vásárcsarnok, és amikor ez megnyitotta a kapuit, akkor teljesen természetesnek tartottuk azt, hogy itt lehetőséget biztosítunk a vidéki baranyai, baranya településein helyi terméket, jó minőségű élelmiszert előállító baranyai termelőknek is, hogy egy termelői boltban, a Kincses Baranya pavilonban árulhassák, árusíthassák a termékeiket, és ezáltal a pécsieknek ne csak az ilyen kiemelt alkalmakon, mint például most a bevásárlóközpontban, de az év minden napján lehetőségük legyen a jó minőségű termékekhez hozzájutni közvetlenül a termelőktől. Szintet lép a hazai élelmiszeripar, az agrárszektor, jelentős forrásokhoz jutnak a területen dolgozók a következő években, mondta Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. Az ebben az uniós pénzügyi ciklusban megnyíló pályázatok a kistermelőknek is segítséget nyújtanak a fejlődéshez. Élelmiszeripari termelőknek, helyi termelőknek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, 2900 milliárd euró lesz kifizetve. Én úgy gondolom, hogy ez egy akkora szám, hogy csak a termelők tudják ezt igénybe venni, nekünk is ebben nagy a felelősségünk, őket tájékoztatni, milyen lehetőségeik vannak, milyen gépekre, épületekre és egyéb ilyen berendezésekre. Azt látom, hogy 10 évvel ezelőtt Baranyában inkább még a nagyipari szántóföldi növénytermesztés ment, de hál' Istennek most már több száz, akár mondhatnám több ezer méhész, kistermelő és termelő van. A vidékfejlesztési program pályázatainak első kiírásában több mint 13 ezer mezőgazdasági kisüzem nyert el közel 74 milliárd forintnyi támogatást. Már nem csak természetes személy végezhet kistermelői élelmiszer előállítást, hanem az őstermelők családi gazdaságai és a szociális farmok is. A kistermelők házhoz szállítás, csomagküldő kereskedelem, átható pont vagy automaták révén is értékesíthetik termékeiket mostantól. Így könnyebben eljuthatnak a vevőkhöz. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Városvezetői ambíciók. Berlinger Attila a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Szekszárdon. Korszerűsítés. Megújult a Szentháromság templom Tevelem. A Székely Szabadság napja. Megemlékezés a vértanúkról. Kreatív és hasznos felújítások Bonyhádon. Tanárok és diákok közösen dolgoztak. Szerdán is marad várhatóan a hidegfront. A Duna vonalától nyugatra erős északi a szél fúj. A Dunántúl felett változóan időnként szakadozottan felhős égbolt, időszakos napsütés is várható. A hőmérséklet nyugaton enyhébb lesz. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!